Jó estét kívánok a sporthíradóból. A férfi kézilabda NB1 rájátszásának második fordulójában a Gyöngyös látta vendégül a CKK-se. A Gál József sportcsarnokban óriási csatát láthatott a közönség. A rájátszás második fordulójában óriási küzdelmet vívtak egymással a csapatok. Fejfej mellett haladva előbb a ceglédiek, majd a gyöngyösiek vezettek, de egyikük előnye sem nőtt két gólnál többre. Az első félidő 16-16-os állását Lepsényi állította be. Fordulás után nagy révén a vendégek szereztek előnyt, amit viszont három hazai találat követett. Remekül sikerült ekkor az emberelőny kihasználása, hiszen sorban Ország, Angyelics és Tóth is e szűk két perc alatt volt eredményes. Ezt követően hol egyenlített a Gyöngyös, vagy a Cegléd szerzett ismét néhány gólos előnyt. 27-24-es hazai vezetést követően viszont egymás után négy vendéggól esett, így fordult a kocka. A hajrá, ha lehet, az azt megelőző időszaknál még izgalmasabb volt. 28-29 után Angyelics egyenlített, bírógólja pedig csapatának a vezetést jelentette, de még nem volt vége. A látogatók támadtak az egyenlítő gólért, amiért meg is tettek mindent. Átlövőjük védhetetlennek tűnő lövéssel célozta meg a jobb alsó sarkot, amit a remekül védő Bősz hihetetlen bravúrral védett. A 31-29-es végeredményt az utolsó másodpercben Bíró állította be. Ország, Perisic, Grbavics, Bíró és Tóth 5-5, Angyelics 4, míg Lászlai és Lepsényi 1-1 alkalommal volt eredményes. Az előző heti bravúros Nyíregyháza elleni győzelem után hideg zuhanyként érte a Cegléd labdarúgó csapatát a nyírbátori vereség. A 93. percben szabad rúgásból kapott góllal 1-0-ra kikapott a nyírbátortól a CVS MB3-as labdarúgó csapata. BKV előre Ceglédi VS-e a labdarúgók U19-es korosztályában 2-4, U17-ben 1-3. Rákos mentett Cegléd U15-ben 4-0, az U14-es korosztályban 4-3. A női kosárlabda NB1-ában Ceglédi LKK Sopron 73-75. A férfi asztali tenisz NB1-ben Superinfo CVS-e DVTK Borsodvolán 8-10, az NB2-ben Cegléd Orosháza 10-8. A rangos ausztriai nemzetközi versenyen Magyarországot az újonc versenyzők képviselték. Az U13-as korosztályban 28 csapatból a szenzációs második helyet sikerült elérnie az Ócsai Máté Húsvár Erik alkotta együttesnek. Ócsai Máté egyéniben a legjobb 8 közé került, a későbbi horvát nemzetiségű győztestől kapott ki 3-1 arányban a közel 100 játékost felvonultató korcsoportban. A ceglédi kékcámpák U11-es csapata a Kispest NKK meghívására csütörtökön 5 csapatos kézilabda tornán vett részt Soroksáron. Az egyszer 25 perces játékidővel zajló mérkőzéseken a Cegléd egy győzelem és egy döntetlen mellett a harmadik helyen végzett. A torna gól királynői címe is Ceglédre került, melyet Takács Viktória kapott 11 találatáért. A CBS-e judó szakosztályának serdülő korosztálya nemzetközi viadalon, még az ifjúságiak az országos diákolimpiai döntőn vettek részt Baján. Sérülések és betegségek miatt nem volt teljes az indulók száma, de a várt érmek így sem maradtak el. Legjobban Szegedi Dániel szerepelt, aki kisebb sérüléssel bajlódva új súlycsoportban sem talált legyőzőre. A Városi Tekecsébé 23. fordulójának eredményei: Norma Festékház Mimózáka 1-5, Döntögetők Ceglédi Panoráma 2-4, Hobbiese Barabás Kft. 1-5, Aminoxid 3-as számú Ivicsöp 1-5, Premier Ablakrendszerek Sanyibau 4-2, Közgép Retro Vállalkozók 1-5, Vikuf Team Mimózák B 4-2 és Nagykőrös Bírófényező Kft. 5-1. A hosszabbítás vendégei a Superinfo CVS-e asztali tenisz szakosztályának vezetőedzője Fodor Árpád és játékosa Ócsai Máté lesznek. Addig is köszönöm figyelmüket!